A diómérgezés nem játék. Gyanúja esetén akár komolyabb állatorvosi beavatkozásra is szükség lehet. A tünetek miatt sok gazdi azt hiszi, hogy epilepsziás a kis kedvenc. Remegés, izomrángás, zavartság, görcsök, szapora, légzés, egyensúlyzavar, olykor hányás kísérheti a mérgezést. Súlyos esetben eszméletvesztés vagy elhullás történhet. A penészes romlott fekete színű dióban található penész gombának a toxinja okozza ezeket a tüneteket. Hozzánk kutyák szoktak bekerülni, valószínűleg más állatfajra is lehet ilyen hatással, de nem eszik meg, tehát macskára mondjuk nem jellemző, hogy megenni ez a toxint, illetve magát a diót. A szakember azt tanácsolja, hogy a rajta kapott evés után, vagy a tüneteket észlelve azonnal állatorvoshoz kell fordulni. Az időben elkezdett terápia megmenteti a kutyát. Az utóbbi időben a tapasztalatok szerint általában gyógyultak ezek a betegek, ha időben ide kerülnek. Tehát egy ilyen infúziós kezelésre általában jól reagálnak, tehát nyugtató kell neki. Igazából hasonlóan kezeljük őket, mint az epilepsziás betegek, mivel hogy ránézésre nem is feltétlenül lehet megállapítani, hogy most ez epilepszia vagy diómérgezés. Az általunk felkeresett állatkórházban naponta több kutyus kerül a diómérgezés tüneteivel. Fontos a megelőzés, ezért is célszerű összeszedni a kertünkben az ősszel lehullott diót.